Az év elején tett ígéretünkhöz híven megkezdjük itt a Szökkenő Vándorban a kisebb klubok bemutatását is, és természetesen itt van velünk dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke. Elnök úr, most Adácsra érkeztünk. Az Adácsi Torna Klub, az Adácsi DSE mit jelent a Magyar Torna Szövetség életében? Nagyon fontos kis csillagjaink. Tehát mikor áttekintünk Magyarországra, akkor vannak nagy csillagok, ahol a régi nagy klubjaink vannak, és ami a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon sok kis csillagot szeretnék látni, hogy a torna ezekben a kis községekben, vagy kisvárosokban, vagy akár ott, ahol még nem volt torna, ott újjá alakuljon, és ebbe a nagy rendszerbe betagozódjon. Ez azért nagyon fontos, mert sokkal több gyereket tudunk átszűrni, és ha olyan tehetséges gyerekre lelünk, amelyik tényleg nemzetközi szintű tornát fog majd tudni később bemutatni, na ezeket a kisgyerekeket próbáljuk kiválasztani ezekből a kis klubokba. Kis klubokba tudunk támogatást adni, ugye itt majd lehet látni, hogy szőnyegeket, felemáskor látnak a kis nyújtóját, gerendát, lóugrást, sok mindenben tudunk segíteni, plusz még anyagilag is tudjuk őket segíteni, és itt Adácson alakult egy varázslat. Juhász Péter, egy testnevelő tanár, aki beleszerelmesedett a tornába, és ő megalakította ezt a kis tornaklubot, amelyikben most már, ahogy látjuk, közel 40 versenyző van, ebben az óvi tornától a hobbi tornáig és a versenytornáig minden ágazat megvan. És ami a fantasztikus, hogy Natálit megtalálta, aki tulajdonképpen egy Ukrajnából átjött Magyarországra, még nagyon-nagyon régen, ő első osztályú ukrán tornász volt, és a később meg síakrobat lett, de azt majd ő el fogja később mondani, és ő besegít itt a női tornában, és hát most is lehet látni, hogy egy balett alapképzést tart a gyerekeknek. Mit szólsz ahhoz, hogy ugye az Adácsi DSE már versenyen is indult, Zsebi Babán főleg, és hát most majd gyermek kezdőben is ott lesznek? Hát ez a célunk. Ők három és fél éve kezdtek el, akkor még nagyon-nagyon rossz körülmények között, és ahogy tudtunk új szereket biztosítani számukra, meg továbbképzéseket biztosítottunk, meg közös edzőtáborok, tehát vannak olyan nyári edzőtáborok, akkor itt a legügyesebb gyerekeket mondjuk például Gyöngyösre átviszik, vagy Egerbe átviszik, vagy akár Tatára is, és ott több mint egy hetet eltöltenek, és ott az edzők is egymással megbeszélik a problémáikat, plusz tudnak segíteni egymásnak az apró problémákban, és adnak egy irányvonalat a válogatott edzői, hogy milyen irányba kell ezt fölépíteni. Nem csalás, nem ámítás az Adácsi női torna életben, ugyanis szerepet játszik a ló. Itt van velünk Juhász Péter, az Egyesület szakosztályvezetője, aki elmondja, hogy tulajdonképpen hogy is kerül ide az Adácsi női torna életbe a ló, hiszen egy személyes emléket, történetet fűződik ehhez. Igen, egészen véletlenül. Én nagyon szerettem mindig a tornát, de sajnos nem volt rá lehetőségem itt a környéken, hogy tornázhassak, és úgy gondoltam, hogy csinálok magamnak egy tornaszert, egy lovat, és ezen elkezdek dolgozni. Aztán persze később a főiskolai tanulmányaim alatt is ennek nagy hasznát tudtam venni, sokat tudtam rajta gyakorolni, és annyira megszerettem, hogy itt ragadtam a torna életbe. Egész sok elemet megtanultam ezen a saját magam által készített lovon. Árulj el azt, hogy egyáltalán ezt te hogy készítetted, mert hogy van rendes kápája, a bőrrel van bevonva. Igen, hát kellett hozzá egy kis kreativitás, egy kis gondolkodás. Van műszaki végzettségem is, úgyhogy azt mondhatom, hogy egész ügyes hát egész jó kézügyességem van, és hát összeraktam ezt így magamnak. Ennyire közel állt már akkor is, 15-20 évvel ezelőtt is a szívedhez a torna? Igen, sokat láttam a televízióban, de mint mondtam, hogy nem volt rá lehetőségem, hogy tornászok, és úgy gondoltam, hogy akkor magamtól nekivágok. És honnan vettél hozzá mintát, hogy egyáltalán hogy kell, hogy kinézzen a ló? Sokat kutattál utána? Igen, elmentem termekbe, elmentem edzéseket látogatni, megnéztem, hogy hogyan is épül fel ez a tornaszer, és akkor ezáltal sikerült összerakni. És hát nem csak, hogy összeraktad ezt a lovat, hanem hogyha jól tudom, akkor az Egri Főiskolán beindult a tornász karriered is, méghozzá másodosztályban. Igen, tornáztam az Egri Főiskolán is, és miután elvégeztem a tanulmányaimat, még utána is sokáig visszajártam edzésekre, és még hobbi szinten sokáig tornáztam, úgyhogy tavaly szeptemberben hagytam abba. És hát a torna élet közben elindult itt Adácson is a női torna élet. Az Adácsi DSE szakosztályvezetője vagy. Hogy indult be itt a tornász élet? Amikor már úgy gondoltam, hogy én már nem tornázok tovább,
akkor az az ötletem támad, hogy szeretném én ezt a gyerekeknek átadni, hogy ők is megismerhessék ezt a csodálatos sportot, és úgy gondoltam, hogy beindítok itt egy kis tornaszakosztályt, eljárunk kisebb versenyekre, megszerettetem velük a tornasportot. És hát ez a kisebb szakosztály már egész nagyra nőtte ki magát, mert hogyha jól tudom, vagytok már legalább 40-en. Így van, körülbelül 35-40 között van az egyesületnek a létszáma, 4 csoportban működünk most jelenleg, van egy óvis csoportunk, ott egészen picik vannak, 4-5 éves kislányok, van 2 darab hobbi csoportunk, ebben a csoportban azok járnak, akik nem szeretnének versenyeken részt venni, de nagyon szeretnek tornázni, tehát a mozgás öröméért járnak ide hozzánk, illetve olyanok is járnak ide, akik később kapcsolódnak be a tornába, de majd szeretnének felkerülni egyszer a versenycsoportba, és van egy versenycsoportunk, akikkel meg kifejezetten a versenyekre készülünk. Mit szólnak ehhez itt Adácson? Gyakorlatilag Adács apraja nagyja itt tornázik? Igen, mivel a lányoknak nem sok sportolási lehetőségük van, pláne itt Adácson, ezért mondhatom, hogy nincsen nehéz dolgunk, mert könnyű őket behozni a terembe, megtartani már egy picit nehezebb feladat, de hála Istennek a környékbeli falvakból, településekről, például Gyöngyösről, Jászárokszállásról, Jászberényből is hoznak be hozzánk gyerekeket, és ők is ide járnak hozzánk rendszeresen tornázni. Elkezdtük végigjárni a lépcsőt, elkezdtünk az óvodásokkal bekapcsolódni a zsebibaba versenyrendszerbe, és most már oda nőtte ki magát ez a korosztály, és most már szeretnénk a gyermekkezdő, illetve a gyermekhaladó korcsoportba is elindulni tavasszal. És mi a terv? Mit szeretnétek elérni? Hát a lehetőségeinkhez mérten szeretném a lehető legtöbbet kihozni a lányokból. Sajnos nincsen felszerelt termünk, mindig pakolnunk kell befelé a szereket is és kifelé is. Ehhez képest mindent megteszek, hogy a lehető legtöbb mindent megtanítsuk nekik. Ehhez képest nagyon jól haladtok, azt gondolom. És már ennek az egyesületnek egy kabalája is van, méghozzá ez a delfin, tehát nem véletlenül van itt velünk ez a delfin. Honnan jön ez a kabala figura? Igen, hát valami, nem tudom megmondani, hogy miért, valahogy amikor elindult a szakosztály, úgy gondoltam, hogy a gyerekeket ide kellene valamivel csalni, és kitaláltam egy kabala figurát, mert a gyerekek nagyon szeretik a delfint, azért azt gondoltam, hogy legyen egy delfin a egyesület kabala figurája. Ez mindig az óvisoknak szól. Mindig az óvisoki a delfin. Egy óvis foglalkozás úgy zajlik nálunk, hogy minden edzés végén valaki hazaviszi a delfint és vigyáz rá, nagyon nagy becsben tartja, és persze ezt ki kell érdemelni mindig, ez mindig nagy öröm a gyerekeknek, hogyha hazavihetik, nagy örömmel hozzák vissza, hogy evett, ivott, aludt és vigyáztak rá. Claudia és Luca az Adácsi DS-e legjobbjai, akik már több első helyet is szereztek versenyeken. Luca, te melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Az első helyre is ezt a Delfin kupán szereztem. És te hol szereztél, Claudia, aranyérmet? Én is a Delfin kupán szereztem aranyérmet. És ha jól tudom, akkor neked azért még van más érmed is. Igen, második lettem az UT-ba, meg hát a legutóbbi Delfin kupán is nyertem 4 érmet. 4. és 6. osztályos tanulók vagytok. Miért kezdtétek el egyáltalán a tornát és mikor? Nekem is nagyon tetszett ez a sportág, 3. osztályba kezdtem el. És mit szeretnél elérni, mert hogy láttam, hogy már sok mindent tudsz, akár a korlátot, akár a talajt nézzük. Hát kijutni az olimpiára, és versenyezni. Mi mindent csináltok itt egy edzésen? Hát talajozunk, és ott ugrálunk. És van kedvencered? Korlát. És neked van-e kedvencered, és ha igen, miért? Hát az ugrás meg a talaj, mert azok sokkal jobban tetszenek. Bernadett és Adrien már 5 évesek, és azt is tudják, hogy miért szeretik a tornát. Miért szeretett Bernadett a tornát?
Hát azért, mert izgalmas játékokat csinálunk. És te miért szereted a tornát? Mert lehet csinálni hátra bukfencet, előre bukfencet, és a gyertyát is szeretem, meg a gerendát, meg a korlátot, amikor rajta előre bukfentezünk. És mit csináltok még egy-egy edzésen? Gyertyát, meg hátra bukfencet. És te mennyire szereted Adácsot? Nagyon szeretem! És hogyha azt kérem tőletek, hogy kiabáljátok azt, hogy hajrá Adács, menni fog?